Nógrádi portréban ma egy olyan emberrel beszélgetek, aki Ukrajnában született, egy orosz férfihez ment feleségül, akivel aztán ide Bátonyterenyére költöztek. 2 évet töltött Amerikában, de hazahúzta a szíve. Milcsevics Judit, amatőr festőművész a vendégem. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen. A legtöbb festőművésznél ugye már gyerekkorában megfogalmazódik, hogy mi lesz az ő életútja. Ez önnél is így volt? Hát mindig szerettem festegetni az iskolába, és nagyon szép vidéken laktunk. Ott születtem, hát Terebesfehérpatakon, és Rahón azt iskolába jártam, meg a mondhatom, hogy a Kárpátaljának az egyik legszebb vidéke, és nagyon sok alkotótábort rendeztek akkoriban pont Kárpátalján, és akkor, hát még fiatal koromban, az iskola végzettsége után egy alkotótáborban hát megismerkedtem a férjemmel, és akkor hát láttam, hogy milyen jól sikerülnek neki a festmények, meg a minden, és érdekelt, és így jött az ismerettség, és a jövőben a felesége lettem. A férje már akkor hivatásos festőművész volt? Igen, hát akkor még tanult ő is, és már azután, a végzettsége után a Moszkvai Egyetemet végezte, és akkor már hivatásos festőművészként dolgozott, és így alakultak a dolgok. De mégsem ezt választotta, ugye, főhivatásán? Hát nálam nem főhivatás lett a festészet. Én Lembergi vagy Lvovi mostan kereskedelmi közgazdászati egyetemet végeztem, és a 27 évet körülbelül ezen a szakmán dolgoztam, mint pénzügyi dolgozó, mint közgazdász, mint főkönyvelő osztán, és úgy 10 év után átutaztunk Ungvára, mert ott egy új munkahelyem volt, egy nagy ipari cégnél, és azután 92-ben, mikor már Szovjetunió szétesésben volt, meg nagy bizonytalanság volt, nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is, és így meghívott az unokatestvérem ide a Kisterenyére. Soha nem gondolkozott azon, hogy főhivatásának a festészetet választja? Ugye hát, látta a férjét, hogy ő csak ennek él? Igen, gondolkozás volt, de a művészet az olyan dolog, hogy mindig valakinek kell biztosítani a hátteret, az anyagi hátteret, mert hát egy család, az család, nem lehet, hogy máma jó, holnap talán nem, és ez így működik a legjobban. Tehát ön hátulról támogatta a férjét is. Hát, szóság volt, igen. Igen. Ön volt a szilárd bástya a háttérben, aki azért néha festeget is. Igen, igen. Hány képet festett? Összességében, hát volt nagyobb, kisebb, jelentősebb, nem annyira, olyan 500 valamennyi képet már megfestettem. Az rengeteg. Igen. Mindig, ahogy adódott egy kis szabadidő, hát munka mellett nem nagyon, de azután már inkább tudtam több időt szánni a művészet. Ugye 92-ben költöztek át ide Bátonyterenyére, és 8 évvel később jött egy nagy lehetőség, igaz? 92-ben ide költöztünk, és 99-ben először kimentünk Amerikába. Azután 6 hónap múlva megint visszajöttünk, kimentünk megint. És ott hát megterveztünk és meg is csináltuk a két kiállítást,
Tehát kifejezetten kiállításra hívták önöket Amerikába? Igen, mert hát muszáj megmutatni azt, hogy mit tud az ember, és ez csak legjobban lehet a kiállítást keresztül kifejezni. Ki volt ez, aki hívta önöket? Hát Ungvári, régi Ungvári barátunk, ő is kiment Amerikába, körülbelül abban az időben, hogy mink Magyarországra, és akkor hát meghívtak magukhoz, miért hálásak vagyunk nekik. És Amerikában több helyen is volt, igaz, kiállítás? Igen, volt két kiállításunk Philadelphiában, és Millville városban, meg Violentben, a könyvtárakban inkább, ott rendeztünk kiállítást. Milyen volt a visszhang? Hogy fogadták önöket? Nagyon jó volt. Jóformán a megnyitóra jöttek inkább hát a barátaink, meg az ők ismerőseik, meg elég sokan gyűltünk össze, vannak róluk fotók, meg minden. És ott akkor lehetett kapcsolatokat teremteni, meg érdeklődtek, meg néha vásároltak, és így. Mert mi mindenhova költségen mentünk, és hát kellett saját költségeinket biztosítani. De nagyon jó volt, mert sikerült egy kicsit az országba is járni. Biztosítottak nekünk egy kocsit. A magyar jogosítvány jó volt, hát úgyhogy lehetett közlekedni. Ki biztosította ezt az autót? Hát a barátaink, ahova mentünk, volt egy fölösleges kocsi, és... Miért jöttek haza? Hát mindig azzal jöttünk haza, hogy nem akartuk a vízum rendszert túllépni, ahogy kaptuk, mindig 6 hónapra kaptuk a beutazási vízumot, és így kellett alkalmazkodni. Azon nem gondolkodtak, hogy kint maradnak? Hát megfordult a fejünkbe, hogy egy 5 évig jó lenne ott dolgozni, és festegetni, mert volt rá igény is, de azután egy kis egészségi problémám akadott, és úgy határoztuk, hogy inkább hazajövünk. De megmaradtak a kapcsolatok, és éveken át tartottuk a kapcsolatot egy kanadai galériával. Ők rendszeresen aztán hát kérték a festményeinket, és így tudtunk velük már most postai úton dolgozni. Ugyanúgy vannak volt sok utunk Ausztriában. Ez már is a 90-es évek elején, és úgy 2000 valamennyiig tartott. Úgyhogy ott is van eladva egy csomó festményünk, egy olyan 300 darab biztos. Hát ez nagyon klassz, tehát igen, akkor hát tudtunk azért dolgozni, meg megélhetését biztosítani. Nagyon sok jó barátunk van, ismerősünk, akikkel még most is tartjuk a kapcsolatot. Térjünk egy kicsit vissza a kezdetekhez, illetve ahhoz az időszakhoz, amikor megismerkedett a férjével. Milyen szemléletet tanult tőle? Ön is úgy fest, ahogy a férje készíti a képeket? Ugyanaz a stílusuk? Ő a realizmus stílust szereti, azt csinálja, olajjal fest, és hát nekem először, megmondom őszintén, én mindig megkezdtem, és néha abba hagytam azért, mert láttam, hogy nekem úgy nem sikerül, mint neki. Azt végre addig ment ez így, ameddig nem értettem meg, hogy nem is fog úgy sikerülni,
mint neki, mert hát minden ember különböző, és úgy, mint a kézírás más, hát úgy a festészeti kézírás az is egész más. És belenyugodtam, és akkor jött úgy, hogy na, megkezdtem, befejeztem, amikor tetszett, hogy ez már úgy számítottam, hogy kész. És úgy, ahogy én akartam, úgy sikerült. Hát beleszólási jogunk mindig van, egymásnak beleszólunk a véleményt, megmondjuk egymásnak, nem is beleszólás, hanem vélemény mondunk. De nem nyúlunk egymásnak a festményébe, addig kell dolgozni rajta, ameddig végre sikerül. Ha már itt a beleszólásnál tartunk, önök milyen nyelven beszélnek otthon? Ugye a férje orosz? Hát otthon többnyire a férjemmel oroszul csak, mert hát neki nagyon nehezen mennek a nyelvek, az idegen nyelvek. És gyerekek meg magyar, oroszul, ukránul beszélnek. Hány gyermek van? Kettő. Hát a férjemnek az első házasságából egy fiú van, ő is itt lakik Bátonyban, Kisterenyén jóformán, és nekünk is van egy közös fiunk, az most Veszprémben lakik, és templom felújításokkal meg. Ő is a művészeti irányba ment. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ők is festenek-e? Ők is festenek, és jól, hál' Istennek, megtanulták ők is a szakmát, és a kisebbik nem csak festészettel, hanem kulturális művek felújítással foglalkozik. Mezőszentgyörgyön egy templomot, egy református templomot, de ott a fa műtárgyakat kellett felújítani, jóformán újra megcsinálni, meg voltak vele elégedve, és akkor most már jönnek a többi munkák, rendelések. Vannak tervek a jövőre nézve festészettel kapcsolatban? Hát a tervek mindig vannak. Szeretnénk egy közös kiállítást rendezni a gyerekekkel, a férjemmel, úgyhogy mindenkit megmutathassa a munkáit, az alkotásait, a stílusát, azt, amit szeret csinálni. Hát reméljük, hogy hamarosan láthatjuk ezt a kiállítást. Hát mi is nagyon reméljük, hogy minden rendben lesz. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm. Önök pedig tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!